2004. május 1-én Magyarország további 9 tagállammal együtt az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. Azóta több mint 83 milliárd euró támogatást kaptunk az EU-tól, ez bő négyszerese annak, amit az EU-s kasszába befizettünk. Az EU-s költségvetéshez ugyanis minden tagállam hozzájárul, a gazdagabb országok többet fizetnek be, mint amennyit kapnak, a szegényebbek, mint Magyarország pedig többet kapnak, mint amennyit befizetnek. A rengeteg ingyen pénz mellett persze számos más előnye is van annak, hogy uniós tagok vagyunk. Ennek ellenére Orbán Viktor miniszterelnök évek óta szidja Brüsszelt. Főleg azóta, hogy az EU elzárta a pénzcsapot, mert az Orbán kormány több uniós jogszabályt is megszegett, és hatalmas a korrupció Magyarországon. Az uniós támogatások hiányában rengeteg beruházás marad el hazánkban. Ebből is jól látszik, hogy nettó haszonélvezői vagyunk az EU-nak.